Szia, Tita! Szia, Pocika! Hát, te Tita? Na, sziasztok! Szabadtéri verőfényes vlog. Itt a Tesomék portáján. Jó süt a nap. Nagyon fasz a idő van. Na. Elvittem a cicát, elvittük a cicát az állatorvoshoz. Szépen meg lesz ma neki a ivartalanítás. Mi ez? Kullancs? Az hát a rák. Itt szépen meg lesz az ivartalanítás. Ott hagytuk a dobozostól, kellett, hogy ki se engedtem a dobozból. Egyébként is akkor mondták, hogy majd telefonálnak, hogyha készen van, mert utána még egy pár óráig bent tartják, és hát ugye megfigyelés, és akkor majd olyan 5-6 óra körül kell érte menni. Hallod, én olyan parába voltam egész idő alatt, hogy de hótireg voltam, nekem reggel be kellett vegyek egy szanaxot, mert én jobban aggódtam, mint ő. Pedig hát ugye nincs miért, tehát ez már ilyen rutin műtő. Csak nehéz volt így összehozni azokat az időpontokat, hogy a tesóm is éppen ráérjen, meg időpontot is kapjak, és akkor én meg akkorára legyen egy szabad napom. Úgyhogy most már végre elértük ezt a 18-át, és akkor most már ugye így meg lehetett oldani. Alsó Némedibe vittük, ott van egy ilyen állatorvosi klinika, és akkor kész, ott tudnak bánni vele. Hát ugye a holnapi nap az még kérdéses, hogy mi lesz, mert hát este fog elkezdeni ébredezni ugye a kábulatból, akkor még nem nagyon fog enni, inni, megmondták, hogy fog itt bócorogni, meg valami, de én ugye szombaton nem tudok ott lenni vele, mert szombaton reggel meg megyek dolgozni, úgyhogy ott mindenféleképpen önmagára lesz hagyva, majd valahogy feltámad, és akkor teszek le neki kaját, de éppen hogyha egy fél napig nem fog enni, vagy 24 óráig nem fog enni, abban nem hal bele, inkább mint hogy összehányjon ott maga körül mindent, vagy hogy arra menjek haza, hogy le van oda téve a kaja, és akkor van rajta egy hangyaboly, mert azt nem szeretem, a hangyabolyt. Úgyhogy inkább az lesz, hogy most a múltkor nem is tudom, hogy mi jött nekem csomagba legutoljára, amit unboxingoltam. Ó, éppen hív az állatorvos. Ezt fogadnom kell. Na, készen is van. Azt mondja, hogy ja, de hogy lemerült megint az órám. Na, mondjál már nekem valami időpontot. 4 óra körül lehet menni érte, hamar megvan. Kérdezte az állatorvos, hogy van rajta bolhellen valami csepp, mondtam, hogy nincsen. Mert észrevették, hogy bolhás. Jó, hát mondom, akkor tegyenek rá. Ugye kültéri macskánál ugye ez előfordulhat. Nincs annyi elem az órában, hogy 14-23. Na, akkor gyakorlatilag megvolt annyi idő alatt, amit mondták, hogy altatással, meg mindennel együtt, előkészítéssel együtt a műtét ilyen 45 perc, és akkor kész. Most még bebolháztal nyitják, és akkor, de ez amúgy úgy se tart sokáig, mert ha ki fog járni, mert már pedig ki fog járni, ha meggyógyul, akkor úgyis összeszedi a bolhát. De mondjuk bent nem szórja, meg én rám nem jön, tehát én ilyen bolha ellen, vagy szúnyog ellen, vagy bármi ellen ugye immunis vagyok. De az jobb is lesz még egy kicsit, hogy akkor nem 6 órára kell érte menni, hanem már 4-re készen van, és akkor még este azért magához fog térni, majd megpróbálok egy kis kaját így adagolni neki azért, hogyha felébred, magához tér, és akkor lehet, hogy este 8-9 körül már magához tér, amikor én fekszek le aludni,
és akkor még kicsit tudom etetni. Múltkor ott hagytam abba, ugye, hogy nem is tudom, milyen csomagom érkezett, ilyen teljesen zárt csomagolásba. Jó, a Jackie. Úgyhogy annak most levágtam a tetejét, hát lett belőle egy ilyen magas dobozka, meg így az elejébe vágtam így a snitzerrel így egy lukat, raktam be egy törők között, meg egy párnát, és akkor abba bele fogom tenni. És akkor majd oda teszek mellé egy kis vizet, hogyha elkezdene bócorogni, akkor majd inni fog. És akkor utána majd, hát nem tudom, én nem számoltam a varadszedéssel. Mondja tesóm, hogy attól az még nem mehet ki, hogy meg van műtve, meg magához tér, mert állítólag rá fognak adni egy ilyen kis rugdalózószerű akármicsodát, vagy nem tudom. És hogy addig, míg a varadszedés nincs meg, addig nem mehet ki. Hát, de jó, mert erre nem is gondoltam, mert akkor ez megint egy ilyen hármas randi lesz. Igaz, hogy varadszedésre nem kell bejelentkezni külön, az bármikor be lehet menni, és mondta Andi, hogy akkor adok egy kulcsot, az elviszi ő, mert látta egyébként, hogy milyen kezes, hogy hogy fogjuk bekönyörögni a dobozba, de mondtam neki, hogy szerintem ez a semmi gond nem lesz, mert én leteszem a dobozt, kinyitom az ajtaját, bemegy és kész. És így is volt, tehát, hogy az utat egy kicsit nehezen viselte, de nem mentünk messzire, akkor nyávogott, de nem annyira, azt mondja, hogy látnád az én macskámat, az milyen hisztit vág. Tehát mikor itt is van a két macska, ugye a fekete ilyen pettyezett, meg ez a tarka, a másik, a kani. És őket azért az egyiket már kellett sokszor állatorvoshoz vinni, mert háromszor is meglőtték. Hátsó lábában van egy golyó, a mancsából is volt egy golyó, azt kioperálták, meg tüdőn lőtték. Hát itt a mezőrök ugye azzal szórakoznak, hogy látnak egy kóbormacskát a határba, és akkor puff, céltábra, de lőjünk rá, és akkor úgy jön haza a macska, tehát egyszer szét van lőve. Hát remélem az enyém azért annyira nem fog elkóborolni, mert az nem kandúr, eleve, hanem nőstény. Úgyhogy akkor 4-kor értem, megyünk, felszedjük, és akkor szépen leteszem, alukálni fog még, vagy hát már pisladozni, ébredezni, meg tántorogni. És akkor, hát estére meg már remélem eszik egy kicsit. Tehát én azt gondoltam, hogy utána másnap már kiengedem, azt megy a francba, de mondta Andi, hogy nem, a szó se lehet, míg a varatot ki nem szedik, addig hát nem mehet, mert szétnyílhat. Már pedig az igaz, hogy ugye ezt kiengedem az ajtón, így spuri fel a, hát nem tudom, 10 méter magas, biztos van a fenyőfa, amire szeret fel szaladni egyből, úgyhogy nem, itt azért még nem lesz mozgás, de annyira nem nagy para most már azért, hogyha 2 hetet kibírt a zárt ajtók mögött, akkor most már ezt a harmadikat is ki fogja bírni. És akkor ezzel letudtuk az ivartalanítást, és én most néztem reggel, hogy meg este is néztem, hogy nem lehet, hogy ez a macska már hasas egyébként, mert hát nem tudom, nekem kicsit szélesebbnek tűnt a megszokottnál, de az is lehet, hogy a füstli miatt, amire most nagyon rákapott az utóbbi időbe. Mióta megkóstoltattam vele azt a baromfi virslit, ezt az orsit, azóta egy köpköde izére, még a prémium macska tápra is, tehát húzgálja az orrát, meg nem kell neki, meg mit tudom én. Én meg nem szeretem azt, hogy reggel 4-kor leteszem neki a kaját, és akkor nem eszi meg, míg elindulunk, és akkor én ott hagyom egész nap, mert mondom, hazajövök, akkor hangyaboly van. Úgyhogy akkor el szoktam tenni a mikróba, beteszem a tálat, mert oda nem tud bemenni a hangya. És akkor majd eszik, hogyha hazaértem. Kész. Kibírja. Na mi van, cica? Nem jössz ide? Te kis fekete dög. Neked meg olyan vékony a farkad vége, cica. Cica, cica, cica. Gyere, 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 cica. Itt mászkál a lábam alatt, a székem alatt egy másik cica. Gyere egy kicsit. Seggén le van kupva a szőr, mint ami a seggit hozza. Vedlik. Ja. Hát ez a mai történet, hát holnap reggel megyek még dolgozni, aztán véget ér a hét, és akkor remélem már a varac. De mondjuk egyébként azért is gondolkodtam, hogy most ennyi pénzért már nem lehetne azt megcsinálni, hogy olyan varatot rakni bele, ugye, ami magától felszívódik, mert hát
létezik olyan, hanem akkor itt vagdosni kell megint. Mert jó, a magyar TB ellátást tudod, eltöröd a kezed, lábad, akkor elmész a kórházba, raknak beléd valami cérnát, vagy drótot, vagy valami, és akkor azt ki kell szedni. De azért az állat az nem olyan, hogy elballag magától, hanem akkor ott megint szabad nap, és akkor autóban, meg megint dobozban, meg megint utazni, meg minden. Jó. De majd meglátjuk, majd elmondják, hogy mi az. Most a bolhétomra nem számoltam, de akkor ez külön költség lesz. Majd veszek rá valamit egyébként, de hát az ilyen ablakon kidobott pénz, mert amúgy nem vakarja magát, meg nem harapja magát. Tehát kültéri macskánál ez teljesen megszokott. Na. Úgyhogy ez a helyzet, tesóm elment, most a Forma 1-et néztük, itt volt az első szabad edzés, és akkor annak vége volt, most elment valamit bevásárolni, megjött közben. Úgyhogy befejezem én is, és akkor mondom neki, hogy 4-kor megmegyünk. Már azért jöttem hozzájuk, mert nem, már nem akartam otthon egyedül ott ődöngeni, hogy jaj, most mi van itt, és akkor görcsölök, aggódok. Úgyhogy inkább akkor itt eltöltöm az időt, és akkor lehet vlogolni. Szomszédban meg indul a eke, meg a traktor, meg a eke kapa. Hát ugye itt van minden. Kombány, kerti gép, meg targonca, minden. Úgyhogy ez a sztori itt a mostani hétre, meg a jövő hétre. Jövő héten véget ér a március. Jövő hét szombaton, ha jól tudom, 26-a az óraátállítás. Azt tudjuk nagyon jó. Ami azt jelenti, hogy reggel már megint egy órával később lesz világos, viszont délután már egy órával később sötétedik, ami azért nem olyan rossz dolog. Azt már szeretni szoktuk. És akkor minden oké. Jó van. Örülök neki, hogy ez az ügy is elintéződött. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok. Ha tetszik a tartalom, akkor ne felejtsetek el feliratkozni. Illetve, hogyha egyéb nem nyilvános tartalmakat is szeretnétek látni, amit már régen láttatok, esetleg priváttá vagy tagmódba tettem, akkor csatlakozzatok a csatornatagsághoz, és minden a tiétek. Jó? Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Na, még ide a végére. Szerencsésen hazaértünk. Itt a cica, itt alszik. Benne hagyom a ládájába, a dobozába, hadd aludjon. Ki tudnám nyitni ezt az ajtót. Nagyon alszik szegényke. Nem ébredt fel egész út közben. Cica, cica. Ele van borotválva a kis hasa. Ígyni. És van alatta egy pellus. És itt fog aludni, azt mondták, hogy ne vegyem ki. Van alatta egy kis pelluska, és akkor majd szépen még alszik. Jól van. És akkor teszek ide neki még vizet, kis vizes tálka, hogyha felébredne és kimászna az éjjel, akkor kicsit tudjon lefetyelni vizet, bár annyira nincs igénye a vízre. Mozgolódik most már, és annyi. És nem kell visszamenni varratszedésre, mert valami nem tudom milyen internális, akármilyen varratot emlegetett a doktornő, tehát semmi olyan gond nincs, hogy varratszedés vagy valami, nem is raktak rá ilyen rugdalózót, semmi, csak le van ragasztva a hasa. És akkor azt mondták, hogy utána már ma még nem mehet ki, mert részeg. De azt mondja, akár holnaptól, ha már magához tért, akkor már szaladhat, futhat. Cica. Cica, cica. Szia.
be van kábítózva. És már jön neki fele. Ki jössz, cica? Maradjál még ott, jó? Ha jól esik. Hoppá! Dűlború szegény. Jajaj! Amikor beüt a pia, karja is le van borotválva, egy kis infúziót kapott. Jó van, akkor itt hagyom éledezni, ébredezni. Jaj, de dülöngél szegényke. És most már akkor lassan magához fog térni. Én pedig akkor itt óvom estig, és akkor remélem még ilyen 3,5-4 órája van, míg én le nem fekszek, hogy lehet, hogy addig enni fog valamit. Ilyen lájtosat. Na, sziasztok!